No, hát... Két nap elteltével... Nem is kettő. Három. Három nap elteltével... Iszonyatosan mellúrultak a palánták. Ezeket ki is lehet ültetni. Íme első palánta, amit kiültetek. A vonal már megvan. Mi van még itt? Locsoló. Palántázó. Kapa. Ásó. Itt van egy kis talajfertőtlenítő. Ó, és gyönyörűen kijött a palánta. Van egy nagyon jó technikája ennek a palánta nevelőnek, hogy hogy lehet kivenni szépen, hogy szép kocka maradjon. Talán így meg tudom mutatni. A lényeg az, hogy így alányúlok, mind a négy oldalt megnyomom, oldalról megnyomom, és akkor és utána alulról szépen húzom, vagyis tolom felfele, és íve, voilà! Gyönyörű szép kocka, amit ki lehet ültetni. Na, szépen fejesedik már ez a hagyma. Egy kis locsolás az átterelő hagymára. Így. Közel a betakarításhoz ez egy nagyon fontos öntözés. Ilyenkor nagyon nagy a vízigénye a hagymának. Ilyenkor tolómérővel lehet mérni a különbséget napról napra. Olyan sokat tud fejlődni.